Sziasztok, Gabriella vagyok. Itt vagyok újra, eljöttem a mai napon is hozzátok. Remélem, hogy mindenki nagyon jól van. Az új feliratkozókat üdvözlöm, a régieknek millió puszi. Pár csodálatos gondolatot szeretnék ma veletek megosztani. Fogadjátok! Nos, az alábbi gondolatok, amiket hallani fogtok, teljesen az én memóriámból, fejemből jöttek elő. Dolgoztam kicsit rajtuk, hogy színesebbé próbáljam tenni önmagamat felétek, és hogy remélem, hogy ezzel is még tudok egy kis erőt adni mindenkinek, úgyhogy fogadjátok. A szeretet az az önzetlen és egyben legmagasabb frekvencia áldás elvén alapszik, mikor adsz, de nem vársz el cserébe semmit. Max egy kedves szót, gondolatot. Ennél csodálatosabb érzést nem igen ismerek. Ezt szeretném, ezt tűztem ki célul az életemben, hogy az ember... Csak te, az ima és a gondolatok. Nyitnak meg előtte új világot, amit nem mindenki lát és érzékel, úgy gondolom. Hogy egy párhuzamos világ ez az érzék, csak azok érzékelik, látják, akik igazán hisznek. Az én szemszögemből ez az igazi lelki béke egyensúlyba kerülése. És ezt az átjárót ugyanis meg lehet nyitni. És azt kívánom, hogy minden ember számára nyíljon meg, mert ezt hozza meg a világ számára, olyan állítva már fehér száz. Mikor a végtelen hálát érzed minden sejtetben, mikor csak a szeretetet érzed, és mindent értékelsz, a fát, a felhőt, szerencsésnek érzed magad, és áldottnak. Mikor a szívdobbanásodból is csupa boldogságot érzel, és csak csupa boldogságot súg neked, mert üzenni szeretne neked, a tested, hogy jó úton jársz, jó útra evesztél, és igen, bízva bíz, és remélj, mert a pillanat érted él. A béke, a boldogság, ez... Szóval a mai videóimban szeretnék nektek a kedvesség értékéről beszélni. Saját gondolataimat gyűjtöttem össze, és vetettem papírra, dolgoztam rajta, hogy el tudjam nektek mondani, hogy az én kis, vagy nagy fejemben milyen gondolatok járnak. És gyűjtöttem nektek egy csoportba, sok szeretettel fogadjátok, íme. Ne feltétlen mindig a harag vezéreljen, persze dühöng ki magad, add ki magadból, mikor senki nem lát, sírd ki magad, ez tisztítja a lelked. És sikadt fejjel újra gondold át, hidd el hatásos, hogy érdemes-e az adott esetben szemét, vagy élethelyzetet méltatni, méltatnod. Lehet, hogyha a megbocsájtás fantasztikus és varázslatos érzése mellett döntesz, akkor van egy jó hírem a számodra. És pedig az, hogy nagyon bölcsen gondolkodtál, ez a nyertes gondolatsor vezetett el téged a felszabadító lélek béke érzéséhez. További gondolattal. Tudod, milyen érzés, mikor a napfényben állsz, fürdesz benne? Csendben, és csak te. Mindig az a legfontosabb, hogy te fogadd el magad, és te legyél a legboldogabb a saját testedben. Így vagyok ezzel én is. El szeretném, hogy ezzel a most férni, álmosan, fáradtan, lefáradt fejjel, kócosan, úgy gondolom, hogy nem én vagyok. Aki én vagyok, az az, ami mindig tip-top, attraktív, tetrekész. Ehhez elengedhetem a külső jegyen, hangsúlyozással. Kérlek, fogadd el, és tartsd ezt tiszteletben. Nem szeretnék folyton magyarázkodni, ha nagyon kíváncsi vagy, nyomozni tudtam. Mindig akkor jelentkezek, mindig akkor jövök hozzátok meg, hogy mondani valóban. Én ez a típusú nő vagyok, aki szeretném készíteni, csinos lenni. Persze, a fényviszonyok, hogy állom lakásban, nem jövő, hogy adottak egy ilyen stúdióban kialakítva. Az én kis otthonom, mennyi adok az idejé, és mennyi új időkben szeretném. Szabadban tudom, hogy felvenni, még több energiát. Jövök!